Köszöntöm az Irány Televízió nézőit. Hát most van az, hogy igazság szerint egy kis helyi ünnepséget tartunk, és talán a másik kamera meg is tudja mutatni, hogy Miklós bácsi 74 éves, és több mint 4 évtizede televíziózik. Én ennek a felét töltöttem el ebben a szakmában, és azt mondhatom, hogy nála idősebb kollégát nem nagyon ismerek, aki aktívan dolgozik, úgyhogy Miklós bácsi, megkérnélek, hogy csücsennyire beszélgessünk már egy kicsit. Nem számított erre persze Miklós bácsi. A lufikat azt a lányok, akik most itt vannak nálunk, ők készítették ide a kamerádra. A mikrofont azt tudod, hogy kell kezelni, úgyhogy közd be magad, légy szíves. Tehát megpróbáljuk. Tartunk egy kis technikai szünetet addig. Szóval, hogy volt ez? Mikor kerültél kapcsolatba a televízióval? Hát tulajdonképpen a televíziós 1961-ben kezdtem először, majd tulajdonképpen 1965-től kaptam egy fölkérést a Kohászatnak, 24 kamerázárt tévéláncnak a kiépítése, és hát azt tökéletesen. Még az országban nem nagyon hallottam, hogy 24 kamerát zárt tévérendszer működik. Ezek ilyen ipari kamerák voltak? Ez ipari kamerák voltak. Hát a Budapesten a HTS készítette tulajdonképpen ezeket a kamerákat, PC254-es felvevőcsővel, ez egy csöves rendszerű volt. Tulajdonképpen a legérdekesebb ennek az volt, hogy nem volt elődünk, akitől ezt tanultuk volna, mindent saját magunknak kellett létrehozni. A Kohászatban volt egy ilyen ipari tévécsoport, annak voltam egyik alkotója, három főből állt, és hát odáig ment a dolog, hogy egyre nagyobb visszhangot kaptunk, majd 1970-ben megkaptuk az első hát orsós képmagnót, ami óriási hát szóval, hogy visszanézni, az egy nagy tudomány volt, tehát még a Mambo készülékeket ismerték az emberek, szallagos hangtechnikát, de mi meg már képet is tudtunk rá varázsolva megnézni. És hát a diszpécser központban tulajdonképpen három monitor hát villogott, a Kohászatnak a működési fázisát lehetett tökéletesen az olvasztótól a hengersúlyig, lehetett szelektor gombokkal váltani, magyarul ugyanúgy a képváltások, mint megtörténtek. És a legérdekesebb, hát ezt csináltam 1970-ig, majd 70-ben Sárospatakon a tanárképző főiskolán egy tévéstúdiót hoztunk létre az oktatásnak a keretében, ott három kamerával megoldottuk. Tehát a színvonalat egy kicsikét megemelte ennek a ténykedése. Majd a gyermekvárosban 72-73-ban építettünk szintén egy stúdiót. Az is egy nagy vihart kavart, lényegében az se volt még mindennapos. Majd 1975-ben megérkezett az első hordozható képmagnó, ami tulajdonképpen a DVTK Sport Egyesületnek a munkáit atléták, súlyemelők, birkózók és a labdarúgás. Hát ettől a perctől kezdve tulajdonképpen belecseppentem a televíziósnak a mély vizébe, és hát egyre jobban megismertem a különféle sportágakat, részleteket, mert a felvételeket az edzővel, a játékosokkal külön együtt elemeztük ki, a mozgásokat. Nyugodjon a Faragó János, a diszkoszdobó, aki hát rengeteg felvételt készítettem. Aztán hát később már, mikor fejlődött jobban a Rakusz Éva, az is egy neves kajakozó volt. És hát olyan jól sikerültek ezek a felvételek, hogy Budapestre a Népstadionban felrendeltek többször,
és a válogatott keret tagjairól csináltam felvételeket. Hát ez volt Dunavarsányban a kajakosokkal, aztán voltam a Kékestetőn a súlyemelőkkel, voltam Tatán az edzőtáborban, labdarúgók, aztán atléták különféle részei. És aztán sok éven keresztül a Magyar Televízióban, hiszen mi is ott ismertük meg egymást. Igen, hát tulajdonképpen a DVTK-nak a sikere, hogy lendült fölfelé a kupamérkőzések tömkelege. Hát ezekről én készítettem felvételeket. Nyugodjon, a Horváth Kálmán volt a riporterem, és közösen jártuk a NB1-es mérkőzéseket, és ezekről tudósításokat csináltok. A legnagyobb újdonság az volt, hogy még a kábel televízió hálózat még nem is létezett, nem is hallottak, mikor én a stadion étterembe 5 kamerával, illetve televízióra adtam ki a felvett mérkőzést. Hát néha annyi sokan voltak egy-egy ilyen szurkolói ankéton, hogy 100-150 ember nézte végig a mérkőzést. Igaz, fekete-fehérben, mert akkor az volt. Hát el lehet képzelni, hogy 78-79-80-ban milyen nagy visszhang volt. Hát annyira újságvezércikkeként szerepeltek a DVTK-nak a mérkőzései, kupamérkőzések, nem beszélve arról. De hát ezen keresztül kijutottam külföldre is, Prágába az atlétikai bajnokságra, ami hát az is egy nagy élmény volt számomra ott is dolgozni. Hát utána a DVTK-val Ausztriába is a kupaforduló alkalmával mérkőzéseket vagy fölvettem. És ezekről én csináltam filmet Horváth Kálmán segítségével, alámondással, és ezek tulajdonképpen meg is maradtak, viszont a technika az olyan, hogy máról holnapra elavulnak. Ezek a szallagos gépek, mivel celluloid tartalmak, ezek összetapadtak, és nagyon körülményes volt a visszalejátszása. De most mind a mai napig aktívan dolgozol most már kártyás nagy stúdiókamerákkal, illetve hát járod a Bükköt, járod az erdőt, járod a vidéket a saját kameráddal, és készítesz felvételeket. Igen, ez azt szokták mondani, a természet szeretete. És óriási erőt tud adni, ha kitárul előttem a Bükk csodálatos varázsa. Több filmemet lehetett már látni, ami a kora tavasz, ahogy pontakozik ki, a hóvirágtól, ahogy megújul a természet. És a nyár különféle szakaszán, és hogy veszik birtokokba az emberek, örülnek a természetnek, a megújulásnak. És ahogy haladunk az idővel előre, hát jön az ősz, az ősznek is egy csodálatos varázsa van. Nézzük meg, az elmúlás az egy csak egy tünet, de az emlékek azok, azt lehet mondani, az utokokban élnek. Miklós László, Isten éltessen! Hagyj köszöntsünk fel itt most mindenki nevében, jó? Köszönöm szépen! Várjuk a további filmjeidet! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És miután erdőjáró vagy, azért erdei gyümölcsös tortát hoztunk meg. Köszönöm szépen. Fogadjuk szeretettel. Kedves nézőink, ennyi fér bele a Jó reggelt Miskolc mai adásába. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a képernyőn olvasható e-mail és telefonszámon várjuk észrevételeiket, javaslataikat.